No. Kaja break. Ú, nem félsz a hűtő. Annyi kaja van itt, hogy nem lehet semmit se betenni. Na. Különben meg visszatérve a tegnapi témára. Nem várom én el senkitől se, hogy megértsen. Hogy megértse, hogy miért élek úgy, ahogy élek. És mit miért teszek. Mondom, nem várom el, mert úgyse tudja senki se beleképzelni magát az én helyzetembe. Most még azt se lehet mondani, hogy azért vagyok ilyen szélsőséges, magamutogató, önimádó hülye, mert hogy beteg vagyok. Vagy hogy valami miatt, mit tudom én, dili vagyok, vagy beképzelt, vagy mit tudom én. Nagyon egyszerű volna, ne csak erről lenne szó. Tudom ezt kipre is elni. Akkor megy a kukába. Vettem egy másikat. Ugye sok ember van, aki beteg, azt mégse tolja fel a YouTube-ra az egész életét. Mert hogy lehet tisztességesen meg rendesen is élni, nem csak úgy, hogy az ember magát mutogatja meg saját képébe szerelmes, meg narcisztikus, meg mit tudom én, miket kapok én a fejemre. Narcisztikus vagyok. De elmondanám, azért a narcizmus az nem hasonló azzal, hogy az emberben van egy egészséges kis önbizalom, meg exhibicionizmus. Tehát az exhibicionizmust keverik sokan a narcizmussal. A narcisztikus ember az rohadék önző geci, de olyan módon, hogy magát felsőbbrendűnek tartja, meg különnek az összes többi embernél. És egy narcisztikus ember úgy képzeli, hogy az egész világnak ő körülötte kell forogni. Tehát az egész világon a többi ember csak azért van, hogy őt kiszolgálja. És igen. El is várja, hogy őt csodálják, meg elismerjék, miközben ugye nem tud semmit se felmutatni, tehát magát túlértékeli, hogy ő milyen okos, meg milyen ügyes, meg milyen sokoldalú, és közben meg nem ért szarhoz se. Tehát semmihez se ért, csak a pofája van. Mindenkinek őt kell hallgatni, mindenkinek az ő panaszait kell respektálni. Hát én azért ettől még nagyon távol állok. Az én esetemben egyszerűen csak arról van szó, hogy ugye, hát az egy dolog, hogy beteg lettem, de majdnem el is patkoltam 2007-ben, jó néhányszor, és azóta én úgy élem az életemet, hogy hát folyamatos halálfélelemben vagyok. És ezekről a dolgokról nincs kivel beszéljek, tehát anyámmal megbeszélem ezeket, ő tudja ezt, de ő se tud benne segíteni. Tehát ő itt van velem minden nap, támogat, mellette már, de ő se tud meggyógyítani. És mit akartam egy tálkát a sajtán? Szóval
Én állandó halálfélelemben vagyok, bazd meg. Amikor nekem fáj a gyomrom, fáj a belem, ki vagyok ürülve, ki van ürülve a szervezetemből minden. Kurva szarú vagyok. Akkor állandóan az van előttem, hogy na vajon bazd meg, meddig fogok élni. Nekem 2007-ben azt mondták, hogy hát azért, hogyha jól viselem magam, azért 10-20 évig még el lehet húzni ezzel a hasnyálmirigyel. Hát tovább már nem nagyon. Utána már lehet, hogy elrákosodik, az kapok egy hasnyálmirigyrákot, ami meg ugye garantáltan halálos. És szóval én nem gondoltam, hogy meg fogom érni a 40. életévemet, olyan állapotban voltam, amikor én elkezdtem egy új embert, egy új személyiséget építeni, új életmódra kezdtem magam beállítani. Ezt csak azok kedvéért mondom el, akik nem régen néznek engem, és ugye nem várhatom el mindenkitől, hogy végignézze előről a legelső videóimat. Tehát, hogyha valakinek már unalmas ez a rész, akkor az válogasson a többi videó közül. Na szóval. Tehát én nem gondoltam, hogy megérem a 40-et, és már most lassan úgy néz ki, hogy 2 hónapom van hátra csak a 40-ig, és csak sikerül elérni odáig. Na de hát én még nem érzem magam öregnek. Én az a forever young vagyok, bazd meg. Én a fiatalok között érzem jól magam. Én nem véletlen mondom, hogy nyugodtan lehet engem tegezni. Én nem vagyok bácsi. Bizonyos szituációktól eltekintve nem várom el azt, hogy engem bácsizzanak, vagy mit tudom én, mert nem érzem magam annyira idősnek. És pontosan azért, és ugye nem sok esélyem van mondjuk, hogy megérjem az 50-et, ami még mindig nem egy nagy életkor. Hát apám is 53 éves volt, amikor meghalt, és akkor láttam, hogy hát tele van 50 évesekkel a temető. Mert akkor, amikor őt eltemették, akkor én néztem a sírokat, és úgy volt, hogy 53 éves, 52 éves, 50 éves, 52, 55 éves, 54 éves, 53, és akkor mondom, mi van? Hát az, meg kell dögleni az embereknek 50 valahány éves korukban. Hát szerintem ez na, modern kort élünk, ez nem kéne, hogy ilyen legyen, tehát miért? Én tevékeny, hosszú életű ember szeretnék lenni. Megsütöm már ezt a pizzát. Jaj, de kicsi az a sütő. Ilyen kis ekkora jégkockatartóval van megnagyítva, megemelintve. De nem fér rá egy pizza. El kell fordítani majd sütés közben. Szóval én igen, és én megmondtam mindig, hogy basszátok meg, én 100 évig szeretnék élni. Na de hát nagyon úgy néz ki, hogy nem lehet. Szóval én állandóan az életem végét érzem, és ezért úgy érzem, hogy nekem nincsen elpocsékolni, elvesztegetni való időm. Én úgy akarom leélni ezt az életet, ami nekem hátra van, nem tudom mennyi van hátra, lehet, hogy 5 év, lehet, hogy még 10. Lehet, hogy 20, de nem tudom, nagyon kevés esélyem van arra, hogy hosszú életet éljek.
És én ezért próbálom meg habzsolni az élvezeteket. Most nem vagyok hedonista, a általános világi élvezetekről nekem már le kellett mondani, tehát nem zabálhatom magam izére, betegre, illetve csak betegre tudom zabálni magam, tehát tartózkodnom kell az izétől is, a nagy eszemiszomoktól, én nem ihatok alkohol többet az életbe, én nem dohányozhatok, én na, nem élhetek olyan életmódot, mert kész. Mert az már elment az a vonat. Hanem igencsak takaréklángon. És ezért cserébe, hogy kompenzáljam, megpróbálom magam olyan tárgyakkal körülvenni, ami nekem örömet szerez. Például kütyükkel, elektronikai cikkekkel. Most én olyan korszakomat élem, hogy én megpróbálom azokat a dolgokat pótolni, begyűjteni, amire egész életemben nem volt lehetőségem. Mert mi úgy nőttünk fel, hogy mindig csaurók voltunk. Éppen, hogy nem éheztünk, de azon kívül sose volt egy jó ruhám, sose volt egy menő csukám, sose volt egy gördeszkám, semmi nem volt, sose, mert mindig szegények voltunk. Miután meg ugye felnőttem, önálló lettem, akkor meg ugye azért voltam szegény, mert mindig elittem a pénzemet, meg elmulattam. Mindig elment szírre, szarra, elment cigarettára, elment alkoholra, sose volt semmi. Mikor majdnem beledöglöttem, le kellett mondani utána mindenről, utána kezdtem el, hogy 6 éven keresztül én csak írtam meg, tanultam meg, írtam meg, tanultam, meg nyelvet tanultam, meg képszerkesztést tanultam, meg tipográfiát tanultam, meg rajzolni tanultam, meg mindent tanultam, hangot vágni, videót vágni, amit csak el lehet képzelni. Azokat a dolgokat tanultam, amelyekből ma élek. És 6 éven keresztül én ezekkel egy büdös huncut kanyit nem kerestem, de úgy képzeljétek el, hogy nem tehettem meg azt, hogy én lemenjek valahova, és mondjuk 100 forintért igyek egy pohár kólát, mert nem volt 100 forintom. Sül már, rotyog. Tehát azért gondoljon már bele bárki is, hogy éveken keresztül, hogy nem engedheti meg magának az ember, hogy egy üdítőt megígyom bárhogy. Nem az, hogy elmenjek egy moziba, vagy szórakozni, vagy vegyek magamra egy darab ruh. Semmit. Semmit az égvilágon. Ó, de jó illata van. Kár, hogy a videóban nem látszik. Sajt már rámúlott, csak kicsit még égetni. Jó, az a kis grill. Nem kell bekapcsolni ezt a nagy sütőt. Egy pizzát akarok megsütni. Szóval azt úgy képzelje el bárki, hogy én nem kívánom senkinek azt, hogy olyan kódus legyen, hogy ne tudjon megvenni magának mondjuk egy szelet süteményt. Sosem. És igen, az utóbbi 2 évben kezdett úgymond a szerencse csillagom felfele ívelni. 2 éve jönnek a megbízások, ugye egy először kevesebb volt, aztán fokozatosan több és több és több. Főleg grafikai megbízások, de hát ugye vannak zenei projektek is. És én ezekkel megkeresett lóvémat, ezt arra fordítottam elsősorban, hogy nekem kütyűim legyenek. Én voltam az utolsó ember a Földön, akinek digitális fényképező volt, mert akkor már minden hülyének volt, csak nekem nem. Én voltam az utolsó, akinek okostelefonja lett, mert már mindenkinek volt, csak nekem nem. Na, fordítunk egyet ezen. Kíváncsi, hogy összeégetem magam. És nagy lapát.
És igen. És beszerezem azokat a dolgokat, amit eddig nem tehettem meg. Mondtam, hogy nekem kell egy tévé. Nekem kell egy olyan tévé, amin én megnézhetek egy filmet tisztességes minőségbe. Kell egy Full HD tévé, mert én nem fogok moziba járkálni. Még mi? Ezért a kínálatért. És vettem Full HD tévét. Akkor utána rájöttem, hogy oké, de kéne hozzá egy Winchester és mondjuk egy külső vinyó, amire filmeket másolhatok. Akkor utána arra kezdtem el kuporgatni. Akkor utána tönkre ment a 8 éves telefonom, egy olyan telefon volt, egy buta telefon. Mondtam én, nekem addig nem lesz okos telefonom, míg az végképp tönkre nem megy. Hát na, mikor ez végképp tönkre ment, utána vettem egy okos telefont. De akkor is a legolcsóbbat, ugye, amit meg tudtam fizetni, ezt a minit. Nem vagyok én annyira elkényeztetve, mint ahogy sokan hiszik. Aztán szépen apránként, igen, mondtam, hogy kell egy kell egy videokamera, hogy vlogolhassak, akkor megvettem azt a Toshiba kamerát, ugye, amiben azért sok örömem nem telt. Elkezdtem szépen veszegetni a cuccokat, hogy hol erre, hol arra, és akkor mit tudom én. Ezt a monitort is egy fél évig kuporgattam rá, mert 5000 forintonként raktam össze. Egyik munkáért kaptam 4000 forintot, a másik munkáért 5000 forintot, a harmadik munkáért 6000 forintot. Azt így pakoláztam össze 5-6000 forintokból ezt a 40 000-et. És így lett nekem monitorom. Csak azért, mert hogyha másnak 5000 forintja van, akkor azt elkölti, mit tudom én. Egy hétvégén elmegy a haverokkal sörözni, az vége van. Én meg nem. Most ezért van az, hogyha valaki ide benéz, ugye a kamerán keresztül, akkor azt látja, hogy hű, nekem mennyi minden cuccom van. Én biztos gennyesre keresem magam, keresem a faszt. Nekem még mindig nincs meg egy minimálbérnyi jövedelmem havonta. Csak én a keveset is megtanultam beosztani. És igenis, nem várható el tőlem egy embertől, aki mentálisan ennyire megvan rogyva, hogy úgy éljen, mint a nagy tömegek. Ahogy azt a nagy tömegek elképzelik. Feleség, család, minek? Azért, hogy legyen, aki ápoljon? Hogy minek? A gyerek minek? Azért, hogy egy éhez egy száj legyen? Hát magamat se tudom eltartani jó formán. A gyereket honnan tudnám? Hogy tudnám? Hát aki ilyeneket mond, az egy felelőtlen, az nem felnőtt ember, mert egy felnőtt ember azt csinálja, hogy felelősséggel dönt a jövője iránt. El tudja dönteni, hogy el tud-e tartani egy gyereket, vagy se. Én nem tudok eltartani. Ha pedig nem tudom eltartani, akkor nem is vállalok gyereket. Minek? Azért, hogy annak a gyereknek ugyanolyan gyerekkora legyen, mint nekem volt. A nincs, meg a kaudusság, meg a vágyakozás. Hogy ez de jó volna, az de jó volna, azt nincs rá pénz sose. Mert szegények vagyunk, nem telik rá. Én nem akarok boldogtalan gyermeket nevelni. Ha boldogat meg nem nevelhetek, akkor boldogtalan nem akarok. Neveltem én más gyerekét? Több mint 2 évig. Gyermek otthonba. Pedig azok buta gyerekek voltak, ugye? Ez mégse volt semmi, ezért. Úgy szerettek engem, mint második apjukat.
Legidősebb 18 éves volt, a legfiatalabb másfél. Azt perenkába szort, azt én perenkáztam. Na. Én pótapja voltam, nem tudom hány fogyatékos, értelmi fogyatékos gyereknek. 21 évesen. Család, meg gyerek. Hu-hu. Nem mindenkinek való ugyanaz az életmód. Meg feleség. Volt nekem élettársam. Majdnem bele is haltam. Nem nekem való. Igen. Én elhiszem, hogy a világon a társ az egy fontos dolog. Ha lehet, a gyerek még fontosabb dolog, de azért a legfontosabb én vagyok. Saját magam számára a legfontosabb én vagyok. És elsősorban, amit megkeresek, azt én saját magamra szeretném költeni, majd, hogyha lesz nekem annyim, hogy nem győzem egyedül elkölteni, és úgy érzem, hogy ezt valakivel meg kell osszam, majd akkor nekem is lesz élettársa. Gyereket meg lehet csinálni 60 évesen is. Nem korfüggő. Ez nem olyan, mint a nőknél, hogy mit tudom én, 40 évesen már nem tanácsolt a szülés. Azt most is vannak már nők, akik egyre idősebben szülnek. Hála a technikának, meg az orvostudománynak, ugye. Férfi meg egészen addig tud gyereket csinálni, amíg feláll a cérka, meg még utána is. Még az is tud csinálni gyereket, akinek nem áll fel a cérka, mert lefeji magát, azt jó napot kívánok, ott a mesterséges, a lombik megtermékenyítés. Azt kész. Akkor is lehet. Tehát nem vagyok én lekésve semmiről. 39 évesen. Lehet, hogy majd egyszer. Nekem is el fog jönni az az idő a számomra, amikor majd vágyni fogok gyerek után. Egyelőre nem vágyom utána, ezért nem is törekszem rá, hogy legyen. Minek legyen olyasmi, amire nem vágyok, amit nem szeretnék. Az, hogy valakinek ez a életére a korona, nekem nem az. Úgy se lehet megérteni. Aki nem érte azt át, mint én, hiába mondom neki úgy is. Hiába magyarázok. Meg vagyok fázva. Köhögtem is reggeli videóban. Az viszont nem a megfázástól volt az a köhögés. Észreveszitek, mikor valaki köhés? Tehát nem rendes megfázós köhögés, vagy hurutos köhögés, mikor valaminek fel kell szakadni, hanem csak ilyen kis köhécses. És nem tudod megállni. Na ki tudja ez minek a jele? Szívelégtelenség. Egyre gyakrabban veszem magam észre. Ez eddig még a szívemnek nem volt sok baja. Volt egy idő, amikor nagyon beteg voltam. Nyugalmi helyzetben 100 volt a pulzusom. Na akkor tényleg úgy éreztem magam, mint ahogy apám érezhette magát az utolsó napjaiban. Honna?
megdöglök. Bármit csinálom, semmi nem használ. 95-100, ennyi volt a pulzusom. Az utcán mentünk anyámmal, mentünk 50 métert, azt meg kellett álljak, hogy lihegjek. Nem kaptam levegőt. Mint aki lefutotta a maratont. És akkor ezt ugye elmondtam a gasztroenterológián, ugye a belgyógyásznak. És tényleg miért a pulzus vérnyomás? Hát kurva gyors volt, kurva szapora volt. Mit olyan 100 fölött van, 110-es, akkor gyakorlatilag a szív úgy dolgozik, olyan gőzerővel, mint hogyha futni kéne, vagy mit tudom én. Nagy fizikai erőkifejtést. Most nem csinálsz semmit, csak ülsz. És akkor nekem írt fel egy olyan vérnyomás csökkentőt, ami béta blokkolós. Ami úgymond szabályozza a szívritmust, és lassabbá teszi a pulzust. Most így, ezzel a béta blokkolóval élek, és most így olyan nyugalmi helyzetben 80-as a pulzusom. De már most megint észrevettem magamon, hogy bizony köhécselek. Így. És nem bírom megállni, mintha valami ingerelne. Szóval kikopik az emberbe egy alkatrész, utána jön a többi. Ezt kell tudni, hát ha nem is megérteni, de felfogni, vagy elfogadni. Egy kicsit önzőbb vagyok az átlag embernél. Kicsit szeretem magamat mutogatni, ez mind azért van, mert nem tudom, hogy meddig fog tartani. Meddig fogok élni. Azért nem tudjátok meg, hogy milyen szar érzés, bazd meg. Arra gondolni minden áradt nap, hogy mikor dög lesz meg. Az nem csak akkor, amikor rosszul vagyok, hanem úgy általában. Mindig azon járva vagyom. És igen, félek a haláltól. Mert én kurvára szeretem az életet. Bármilyen nyomorult is. Na ez a művészet, hogy ilyen nyomorult életem van, azt mégis szeretem. Én 100 évig szeretnék, 200-ig, örökké. Azt lehet, hogy 50 se lesz. Kurva gyorsan teljük az idő. Még most voltam 30. Pitpak, körbenézek, azt már hónap után már 40 vagyok. Ezt nincs kinek elmondjam, nincs kivel megbeszél. Persze, pszichiátriára járok. Gondozásra. Fél évben egyszer kell betolni az arcomat. Megkérde a pszichiáter, hogy érzi magát. Úgy általában? Igen. Hát úgy általában? Jó. Ő csak ennyi érdekli. Felírja a gyógyszert egy fél évre. Most kérem a következőt. Ennyi. Pszichiáter, az csak gyógyszer felíró automata. Nem olyan, mint a pszichológus, akit megfizetnek Amerikába is, az pénzekért, és lefekszel hozzá a diványra,
azt elmondhatod neki, hogy te mitől rettegsz. És aki megpróbálja terápiás beszélgetése ezeket a szorongásokat feloldani, az a pszichológus. De ő nem feltétlen, tehát a pszichológus nem ír gyógyszer. Pszichiáter meg gyógyszerez, de nem foglalkozik terápiával. Azt megállapítja, hogy igen, ennek az embernek személyiségzavara van, meg depressziós, hát írunk neki antidepresszánst. A személyiségét megpróbálja meg elviselni a környezetre, ahogy tudja. Az kész. Nem tud aludni? Azt írunk fel valamit, amitől tud. Levelet. Írunk fel antidepresszánst. Kész. De nem azért vagyunk, hogy a panaszát hallgassuk. Szóval szar ez így. Amíg valaki nem gondol a halálra, addig az egy boldog, egészséges ember. Mármikor csak az van, hogy számlálom a napokat, hogy mennyi van még hátra, meg filózok, bazd meg. Mikor lesz ennek vége? Hát ez nem, bazd meg. Ez nem teljes élet. Csak az utánzata az életnek. És akkor jönni nekem olyan, hogy miért nem dolgozol 8-tól 4-ig? Miért nincs feleséged? Miért nincs gyereked? Minek legyen? Hogy legyen neki ki eltemetni, mint én nekem apámat? Azért? Én eltemettem apámat, nem volt jó érzés, szar érzés volt. Azért legyen gyerekem, hogy nekik is ugyanezt megadjam. Ezt az érzést, amit az én apám adott én nekem. A leges, legnagyobb felelőtlenség volna ilyen betegen gyereket meg asszonyt magamra vállalni. Meg az volna a legnagyobb önzőség meg geciség. Kibaszás. Azért tartsak asszonyt, hogy legyen, aki ápoljon. Kösse magát egy nyomorúthoz. Nem tud partner lenni semmibe. Na, fitnek kell lenni. Tegnap majd megdöglöttem, mire kicsavartuk azt a csapot ketten. Szerelőve. Azt én lennék a férfi a háznál. Azt írja az a hülye troll, bazd meg. Itt szaladgálok ebbe a nagy palotámba, bazd meg. Ebbe a palotába. Én nem tudom, hogy mit nézett, vagy mi a faszomat nézett palotára. Azt a szobám. Az én szobámat, amiben élek. Hát az egy satszpér kb. Az egy 6x4-es normál szoba. 24 négyzetméter. Az olyan nagy. Egész lakás 53 négyzetméter. Erkéllyel együtt, ami 3 négyzetméter. Ez palota, bazd meg. Hát akkor te mekkora helyen laksz, üzébe, bazd meg? Ólba? Vagy nem tudom, mibe? Ha neked feleséged van, gyereked van, bankbetéted van, az még sincs ekkora szobád. Mi nekem? Ha akkor mi a fasznak van a bankbetét? Ki kell venni a bankból, azt venni kell belőle egy házat, amiben elférsz. Azt izélni, bazd meg tőlem azt a kis helyet. Szaladgálunk a palotámba, bazd meg. Hülye.
Egyébként elmondom, az a szoba csak azért tűnik olyan nagynak, mert kevés benne a bútor. Legtöbb szoba tele van zsúfó a bútorra, nálunk is volt, annak idén ülőgarnitúra, dohányzó asztal, a fotelek, fotelok, csak az összes ülőgarnitúrát szerte szíjjel baszták a macskák. Mindent. Volt nekem macskám. Sok. Azt ugye mindegyik azon koptott a karmát. Vagy három ülő garnitúrát rongyosra karmoláztak. Ha már most annyi erőm sincs, hogy macskát tartsak. Pedig azt nagyon szerettem. Mondjuk. Szóval a szétmarkolászott ülőgarnitúrák ki lettek hajtva a francba. Azt nem vettünk fotelt. Dohányzóasztalt is eltakarítottuk, minek legyen ott, hogy kerülgessük, azt átessünk rajta éjszaka sötétbe. Nem kell a szobában más berendezés. Nem. A dohányzóasztalt azt most anyám használja, az van oda betolva, oda a sarokba, amin a laptop van. Az a dohányzó asztal volt. Az egyik falnál van az én asztalom, a számítógépe, másik falnál az ágyam, szembe lejövő ágya, szembe lejövő falnál, meg a szekrénycső. Az kész. Nincs többre szükség. Azért legyen ott fotel, hogy sose üljünk benne. De akkor minek? Palota. De kíváncsi lennék az ilyen embereknek a tényleges életére, hogy igazából hogy élnek, igazából van-e neki felesége, igazából van-e neki gyereke, igazából van-e neki bankbetétje, mert ugye halúzni lehet. Tehát ez messziről jött ember azt hazudik, amit akar. Meg vagy elhiszem, vagy nem. Vagy egy 13 éves írta. Vagy a buzi film kívül, nem már jó. Nem akarom senkinek se a gondolkodását megváltoztatni. Mindenki azt csinál, amit akar. Ha engem nem bánt vele, akkor nem érdekel. Ha bánt vele, az sem nagyon érdekel. Pont az élet rövidsége miatt döntöttem úgy, hogy nem fog azzal foglalkozni, trolloknak válaszolgassak meg, győzkedjem az embereket, olyan dolgokról, ami teljesen hiába való. Nem minek. Töltöm bele az időt. Drága életemet. Hát nem ér annyit az ő egész élete. Nem megyek fel sose a kuruc infóra ott hinteni az égét, hogy jó, hogy ti nem jó gondoljátok, amit gondoltok. Na, hogy nem. Majd rádöbbensz. Most így gondolkodsz, holnap után meg másképp. Emberrel előfordik, hogy fejlődik a személyisége. Az két év múlva már gyökeresen megváltoztatja a gondolkodását valamire. Persze. Az nem baj, ha jó irányba fejlődik. Addig még van remény.
ilyesmit tud fejlődni. Akkor van baj, amikor már nem is tud valaki. Megkövül egy állapotba. Az a feltétlenül baj mondjuk. Ha nem állt vele senkinek, hogy hülyeségekbe hisz, akkor az olyan nagy baj. Mint a szerencsétlen Pataki Attila. Szegény ember. Na de hát ugye, abba hisz, amit akarod. Vele, engem nem bánt vele, hogy ufókat vizionál mindenit. Nem fognak állni győzködni, hogy rosszul gondolja. Én így vagyok vele, így érzem. Cserébe azt várom el, hogy engem se akarjon megtéríteni senki. Hagyjuk egymást békébe érdekélni, ameddig lehet, valószínűleg én patkolok el hamarabb, nem te, rossz indulatú néző, akinek ez szó, addig valahogy bírjuk ki. Azt utána megböglök, utána lehet ekézni. Remélem, hogy én nekem nem fognak szobrot állítani. Nem leszek olyan nagy szerep. Na. Vacsora megvolt. 7 óra. Jézus Istenem, áll az hosszú ez a vlog.